Na, itt van az első NPC, aki... Bocsánat, a második már találkoztunk Adderbuggal, ő a kartográfus, és töltöttünk térképeket. Ez mindig G-be kerül. És hát kétféle módja van, hogy megnézzük a térképet. Egyébként ezzel fel is oldottuk a térképboltot fönn, szóval nyomhatom a tabot, és akkor látom azt a térképet ilyenkor, amit alapból ő már a kartográfus barátunk itt megrajzolt, és majd felfedezhetünk rajta a dolgokat, illetve hogyha így gyorsan nyomogatom a tabot, akkor föl lehet hozni egy térképet az egész területről, én ezt sűrűbben szoktam használni, és még sűrűbben fogjuk tekintve, hogy nem akarunk, tehát nem lesz majd fölvéve az a csárma, ami mutat minket, szóval nincs is majd sok értelme azt a másikat felvenni. Valamint, hogy azt a fajta térképet használni, amin oda eltalálunk. Most egyébként ott vagyunk a bal oldalán a térképnek, ott az a szúnyogarcú szobában, szóval az a hosszú csíkos alatt, és most jobbra fogunk haladni. Ugyanis kíváncsi vagyok rá, hogy alapból meg tudok-e majd, vagy el tudok-e jutni majd egy bizonyos területre. Ez itt az első ilyen kis mini boss fight, hogy úgy hívjam, mert nem mehetünk tovább, amíg le nem győzzük őket, azért látjátok, hogy milyen hihetetlenül nehéz. Na jó, egyébként valóban először, amikor itt voltam, akkor szívtam egy kicsit, de mostanra már vérprofi vagyok, szóval. Aztán itt van egy ilyen kis hely, ahova le lehet üldögélni, ilyenkor feltölti a HP-nkat, a forrás pedig feltölti a lelkünket. Szóval ide vissza lehet jönni mindig menteni, és hasonló, annyi, hogy akkor visszaspawnol ez a hülye gyerek is, de legalább akkor farmolunk belőle. Na, nézzük, hol is vagyunk a térképen. Azt tudom, hogy most arra megyek, akkor előbb-utóbb ki fogunk jutni, vagy ki fogunk lyukadni az egyik olyan boltnál, ahova még nem tudunk elmenni. Hoppá, ez balfasság volt. Nem kell figyelembe venni, és ez csak. És talán, oké, okay, még egyszer nem találta. Ennek örülök. Ja, tehát ennek, amikor rájöttem, hogy a tüskéken át lehet pattogni úgy, hogy a lefele támadást használjuk, akkor az egy teljesen új univerzumot nyitott meg számomra, mert előtte pedig balfaszkodtam néhol. Egyébként egy trükk ez ilyen cuccok kiütésénél, hogy pont középre álltok be, akkor nem pattognak mindenfele az ég, és akkor könnyebb összegyűjteni. Meg fölfeleütésnél nem tolódik el a karakter, nem esődik hátra, vagy hogy mondjam, nincs recoil, bár ezt nem recoilnak hívnám, hanem tudom én kicknek. Ti is meghallhattok. És én is befaszkodhatok. Jó van, aztán... Ja, fentről menjünk, mert akkor be tudunk menni arra a helyre. És nem fölé álltam, mert onnan úgyse tud kipattanni. Oké. Okay. Oda föl, hát végül is, nem, akkor a másik irányból kellett volna mennünk. Jó van. Ó, felfele. Nem, még nem menjünk felfele. Menjünk felfele? Nem, majd ráérünk. Mert ott ez a tábla mutatja, hogy ott lesz majd a Stack Station, ami... Hát nem lövöm le a point, mert az intrója marha jó, amikor ott először meglátja az ember. Az tetszett eddig a legjobban talán az egész játékból. Az NPC-k közül mármint. Aztán itt egy újfajta enemy, amivel most... Jaj, de rosszul megy. Ugyesen híleljünk föl, és itt egy ilyen... K...
kő, amit ha ütögetünk, akkor lélek jön belőle, ami jó, mert akkor megint tudunk healálni. És most itt lesz, azt hiszem, egy ilyen kisebbecske boss fight. Vagy még egy odébb. Addig legyünk élő fűnyírók. Fölfele, semmi érdekes. Ja, igen, itt. Na, nyomassuk. Hú. Talán nem találom, még hílelek. Á, basszus, elment volna visszafele. Á, híleljünk megint. Ja, úgy nézem, jó taktika beállni a sarokba, de annyira nem, hogy hál' is balfaszkodom. Egyébként most direkt nem hílelek, mert azt akarom... De híleljünk, ha ezt csinálja. Hát azt akartam, hogy feljöjjön a... Hát most pont eltalált. Az effekt, hogy szuperütés, de... Aztán nem. De még nincs vége. Hú, hát ez aztán szörnyen nehéz aftermath. Vagy aftermath. Nem is próbálkozok nem eltalálódni. Jó van, szóval... És van egy hely, ahol még nem jutunk el, sajnos. Pedig ott majd csarmokat lehet venni egyébként, és kiegészítő cuccot, ahol csarmokat lehet, tehát többet tudjunk felvenni. Viszont feloldhatunk még egy boltot itt, ami elég hasznos, mivel nála egy csomó mindent lehet venni. Hogy ő is fel fog jönni a városba. Igen, most még nem lehet vásárolni nála. Majd fenn. Addig legalább gyűjtjük a zsét. Tehát zsének fogom írni, ez még jobb, mint a gé. Ráadásul nem zavar, hogy ez nem angolul van. Jól van, akkor el tudunk jönni. Nem, arra nem tudunk elmenni. Most kijöttünk, ugye... Arra, tehát most már nem is vagyunk a rajzolt térképen. Rajta. Szóval, ha egyel visszamegyünk, akkor leszünk ott a jobb alsó szobában, aminek két kijárata van. És a másik kijáratán akarunk most kimenni. Még sem, nem? Most ezen a hosszú folyosón vagyunk. Elég nehéz az élet, az a csalm nélkül, kell, hogy mondjam. Vagy lehet, hogy egyáltalán ez az a szoba, ami a map szélén van? Nem hinném. Nagyon nem hinném. Már csak azért sem, mert itt el lehet menni fölfele, ezeket utálom még így a játék elején. A később is, de itt még nagyon... Legalább lesz még több zsénk. Jól elkölthetünk. Várjunk csak. Most vagyunk... Igen, most leszünk abban a szobában, mert ott van fönn a Stack Station-ös tábla. Azt hiszem legalábbis. Hopp. Ami azt jelenti, hogy mert az előbb kint voltunk a térképről, és ami azt jelenti, hogy erre akarok jönni valójában. Asszem. Igen. Mert megyünk a gombás. Nem, ez nem az. És itt még nem is tudunk csinálni semmit, mert az a lift még egyelőre minket elgátol a lemenéstől. Ezt nagyon szépen mondtam.
De valóban ez történik.